Sziasztok! Bemutatom nektek a Minden, ami műkörömépítés oktatás sorozatom második részét. Az első módokban már megtanulhattátok az elméleti alapokat, maga biztosan tudtok sablont felhelyezni és körmöt előkészíteni, úgyhogy nyugodtan mehetünk tovább az egyszerű műkörmök építésére. Akinek az első modul anyaga már jól megy, az nyugodtan kezdhet a második modulra, hiszen a modulok önállóan is elvégezhetőek. Ebben a továbbképzésben három körömformát tanulsz tőlem, egy természetes ovális körmöt, egy mandula körmöt és egy szögletes úgynevezett kocka körmöt. Megmutatom, hogyan helyez fel úgy a sablont, hogy modern balanszpontos felületet és halított szabad célt kapj. Mindezek azt eredményezik, hogy rendkívül kecsesek, tartósak és erősek lesznek ezek a műkörmök. A tananyag szalomunkához lett kialakítva, tehát az egyszerűségen van a hangsúly, a gyors tempon, de ez nem megy a minőség rovására. A képzés végére megtanulod, hogyan használj önterülő zselét, hogyha nem szeretnél reszelni, hogyan géllakkozz úgy, hogy a szín szinte a bőr alul induljon ki, hogyan reszelj kézzel, illetve ha haladó szinten tartasz, hogyan reszelj géppel. Elmondom a fontos szabályokat, hogyan színezd a körmöt géllakkal, vagy fixálásmentes színes zselével úgy, hogy ez ne pattogjon le. Gyere, tanulj velem, segítek, hogy optimalizálni tud a vendégekre szánt időt, és nem utolsó sorban, hogy szabályos, gyönyörű körmöket tud készíteni.